Sokan amúgy nem is értik, hogy ez pontosan mit jelent, hogy mi az, hogy gender. Ez inkább csak egy ilyen figyelemelterelés. Nem vagyunk bűnözők, nem vagyunk rossz emberek, mi csak elni szeretnénk. Most jött el az idő, hogy üdvözöljük a barátainkat ott a kék bunilon túl! De hát figyelj, többen vagyunk, úgyhogy ki nem szarja le. Rákanyarodott az Andrássy útra a 29. Budapest Pride felvonulás, szám szerint a második olyan, ami kordonok és már beléptető pontok nélkül, vagyis teljesen szabadon vonul. Ez egyébként érződik a hangulaton is, mindenki nagyon felszabadult, nagyon boldog. Még úgy is, hogy sokan tisztában vannak azzal, hogy továbbra is elég erős a nyomás az LMBTQ közösségen a kormányzat oldaláról. Megnézzük azt is, hogy hogy érzik magukat a kisszámú ellentüntetők ebben a napsütéses időben. Évről évre több a felvonuló a Pride-on és kevesebb az ellentüntető. Szerintetek miért? Nem tudom, szeretném azt remélni, hogy egyre elfogadóbb országban élünk. Már egyszerűen nem annyira menő gyűlölködni. Egyre több így a média, ami ezt így normalizálja, én nem érzem úgy, hogy ezt így lenyomják a torkunkon, én ezt úgy érzem, hogy tényleg egy így szépen egy ember megmutatja, hogy emberek vagyunk mi is, és akkor is sokkal nehezebb bigotnak lenni. Egyrészt örülök, hogy a Pride-on kevésbé vannak le jelen, de az, hogy a politikában így Európa szinten ez tendencia, hogy a szélső jobb oldal megerősödik, ez egy kicsit ijesztő, igen. Főleg a fiatalok nyitódásával egyre inkább elfogadottá válik tulajdonképpen minden. De ez csak a fiatalokon múlik? Szerintem a fiatalok irányítják és viszik magukkal az idősebb korosztály, de ők azok, akik húzzák magukkal a többieket. Hát azért ez egy örömteli hír, az, hogy egyre több a prádozó, aki jön felvonulni, azért ez ugye most már 2021 óta vagyunk nagyjából 35 ezeren, remélem, hogy ez idén is így lesz. És ami az ellentüntetőket illeti, hát őket kéne megkérdezni, de hogy az van, hogy most már ez őket sem mozgatja igazán, és hogy így kényelmesebb trollként mondjuk kommenteket írogatni a Facebookon, mert azok érkeznek, de hogy annyira már nem akarnak ide kijönni. Hát Budapest egy olyan hely, ahol ma már ez gondolom, hogy egyáltalán nem ügy önmagában az, hogy Pride van, ez egy ugyanolyan része a Budapest politikai és kultúrás sokszínűségének, mint más a közéletet meghatározni akaró alkalmak, és ma már azt gondolom, hogy ez a felvonulás egyre kevésbé szól egy elnyomott kisebbség jogainak a markáns képviseletéről, hanem inkább egy szeretet ünnepé vált, egy olyan pozitív hangulatú dolog, ami a város sokszínűségét hirdeti. Évről évre egyre több a felvonuló és egyre kevesebb az ellentüntető a Pride-on. Az annyira amúgy furcsa volt, mert először, amikor voltam Pride-on, az 22-ben volt, akkor meg lehetett dögleni a melegben, és akkor emlékszem, hogy a Lánchídnál volt egy ilyen nagyon kevés tüntető, és én mondtam, és a bátyámnak vele mentem, hogy ez mi ennyi az egész tüntetés ellenünk, így semmi nem volt, és amúgy kicsit ilyen disappointing is volt, meg nem is, szóval örültem neki nyilván, hogy semmi nincsen. De hát figyelj, többen vagyunk, úgyhogy ki nem szarja le. Szóval, ahogy mondtam is, vannak ellentüntetők, itt mögöttünk például a 64 Vármegye ifjúsági mozgalom, ez pedig itt a Citizen Go ultrakonzervatív lobby szervezet ellentüntetése. A felvonulók nagy szeretettel köszöntötték őket is. Van egy nagyon erős kormányzati nyomás az LMBTQ közösségen. Ti ezt például hogy élitek meg? Hát pont ezért jönnek sokan olyan közösségbe, amelyik meg elfogadó. Hát én azt gondolom, hogy kialakul egy másik univerzum a külső univerzummal párhuzamosan. Ennyire mikromanagelni nem tudják az embereket. De azt gondolom, hogy az embereknek a gondolkodása azért nem feltétlenül jelenik meg a szavazólapokon, ott inkább más dönt. Mármint az ilyen szintű gondolkodás. Ez inkább csak egy ilyen figyelemelterelés azokra a dolgokról, amik sokkal jelentősebbek.
Hát azért azt hiszem, hogy egy nagyon durva ellenszélben dolgozunk. Én azért azt szoktam mondani, hogy ha nekünk is lenne mondjuk egy olyan milliárdos kommunikációs büdzséink, kék plakátokra, meg mindenre, akkor valószínűleg kicsit másként áll az ország. Mert szerintem azért az is, arról is van itt szó, hogy milyen kommunikációval mennyi emberhez tudsz eljutni. Igen, nagyon sok az ilyen gyűlölködés, ugye ez a gyerekvédelmi törvény is, amit így behoztak, hogy le kell fóliázni a könyveket, szóval nagyon nagy az ellennyomás is, de én úgy érzem, hogy ez már nem annyira ragad meg az embereken. Mert mint hogy mondhat bármit Orbán Viktor a no genderről, az már nem érdekli az embereket? Hát sokan amúgy nem is értik, hogy ez pontosan mit jelent, hogy mi az, hogy gender. És amikor a miniszterelnök azt mondja, hogy no gender, az szerinted árt vagy használ? Hát akkor szerintem itt levágom magamat, csak a no gender. Vagy nem tudom, mit jelent ez. Nem is tudom, mit akarnak ezzel elérni. Igazából szerintem egyáltalán az összes egy nagy boomer. Nem tudják, hogy mi van. Hogyha eljönnek ilyenek, akkor látják, hogy nem csinálunk semmi rosszat. Nagyon egyszerűen próbálják átadni egy nagyon egyszerű és nagyon lebutított verzióját annak, hogy szerintük itt mi történik. Hogy van, ahol ő ezzel cél tud érni, és talán az lenne a legfontosabb társadalmi feladat, hogy szélesítsük azt a kört, ahol ez kontraproduktív lesz. Attól függ, hogy veszük, mert igazából, ha szó szerint nézzük, hogy no gender, akkor azt mondjuk, hogy hát welcome Orbán Viktor, végül is lehet, hogy te is úgy azt akarod, mint mi, hogy ne az legyen, hogy legyenek ilyen társadalmi nemek, amik szabályoznak minket. De nyilvánvalóan ő nem ezt az üzenetet érti, tehát hogy ugye még mindig menekültekről beszél, világháborút vizionál és félemlít meg embereket, meg ugye az LMBTQ közösség ellen is hergeli tulajdonképpen azokat a vélhetően jó hiszemű állampolgárainkat, akik egyébként még lehet, hogy nem találkoztak LMBTQ emberekkel, vagy nem tudnak róla, de megfélemlíti őket különböző negatív képekkel. Hát azért ennek elég lesújtó eredménye van, mert nyilván azért az, hogy egyre többen jön neki a felvonulás, ez nagyon szuper, de azért az is érezhető, hogy eléggé polarizált ez a társadalom, és szinte már tényleg minden kérdésben van két tábor. És akkor ide sorolnak téged, vagy sorolódsz te az alapján, hogy mondjuk kire szavazol, vagy akár csak azt, hogy mondjuk egy kérdésben hol állsz. Pride elvileg ugye arról is szól, hogy a láthatósággal magát a társadalmat is elfogadóbbá tegye a felvonulás. Mit gondolsz, mikor lesz szabad az LMBTQ közösség? Szerintem ez Magyarországon még egy hosszú-hosszú folyamat fog lenni, szóval így hát szerintem egy kormányváltás is azért elég sokat segíteni ezen. Kis lépésekben lehet haladni, és talán sose lesz olyan, teljes világ mindenestől minden emberében elfogadó legyen, de egyre közelebb leszünk hozzá. Oktatás, tájékoztatás, beszélgetés, nyitottság mindenki felé, aki hajlandó, mondjuk a agresszió kivételével bármilyen párbeszédre. A kormány nem úgy politizálna, hogy egy ellenségképet keres, és arra úgy nyeri a szavazókat, hogy megvédi az államot, mert hogy vannak ezek a rossz dolgok, a rossz emberek, például a migránsok ugye voltak, Soros, és ugye az utóbbi időben sajnos a Pride is, meg így az LMBTQ emberek is az ilyen célpontban lettek. Hogyha nem lenne ilyen kormánymédia propaganda úszítás, akkor szerintem az nagyon sokat segítene. Mikor lesz szabad, mikor lesz tényleg szabad ez a közösség szerinted? Hát ha lesz mondjuk az országnak egy olyan kormány, ami támogató, hogyha nem csak a főpolgármester lesz az, aki szívesen mond beszédet a Pride-on, meg akinek természetes lesz már sokadik év, hogy kirakja a szivárványzászlót, hanem hogyha mindez egyébként a miniszterelnök részéről is meg lesz, meg az összes miniszter részéről, és ezt követni fogja valamilyen jogalkotás is, tehát ugye nyilván csomó homofób és transzfób törvény, amit vissza kéne vonni, és utána még mindig lenne munka, hogy bevezetni olyan törvényeket, amik mondjuk sosem voltak, például az egyenlő házasságot többek között. Már az is, hogy itt föl lehet vonulni, vagy el lehet menni mondjuk egy transzvesztita showra, vagy vannak ilyen klubok, vagy rendezvények, szerintem ez már nagyon sokat jelent. Vannak olyan országok, ahol ugye még a hajukat sem mutathatják a nők, szóval ehhez képest, szóval a viszonyokhoz képest még nagyon jól állunk. Azért igazából még a világon egyik országban sincs teljes szabadság, szóval én ezt azért szeretem kiemelni, hogy nem arról van szó, hogy máshol már eljött a Kánaán, és csak itt van baj, vagy hát, hogy azért Nyugat-Európában és Észak-Amerikában is nyilván van még mit tenni, meg
ott se feltétlenül pozitívak a tendenciák, hogyha nézzük azt, hogy milyen eredmények vannak a választásokon, akár csak most mondjuk június 9-én Európa különböző országaiban. Hogyan lehet szabad szerinted az LMBTQ közösség? Hogyha eljön az összes boomer és a nagymamám is a Pride-ra, és akkor látnak, hogy ez egy nagy buli, és nem egy gyerekkínzás, vagy akármi, amit mondanak a propagandában a hírekben. Csomó embernek azért van előítélete, mert hogy nem látnak ilyen embereket, és hogy nem találkoznak ezzel. És a Pride is szerintem egy tök jó alkalom arra, hogy így olyan emberek, akik a mindennapokban nem lépnek kontaktba ilyen LMBTQ emberekkel, így lássák, hogy így itt vagyunk, és hogy azért nem vagyunk bűnözők, nem vagyunk rossz emberek, mi csak élni szeretnék, és hogy ez is az empátiát növelje az ilyen emberekbe, akiknek hiányzik sajnos.